157 igen, egy nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Miközben a Fidesz és a Jobbik megszavazta a pedofil törvényt, az ellenzék többi pártja bojkottálta a határozathozatalokat. Ha Orbán Viktor nem tudja, hogy mi a különbség egy meleg és egy pedofil között, akkor azt javaslom, hogy kérdezze meg Szájer Józsefet, vagy pedig Kaleta Gábort. A politikusok beszédeikben az LMBTQI közösséget ért jogtiprást hangsúlyozták, és azt, hogy 2022-ben kormányváltás esetén a törvényt azonnal módosítani fogják. De szó volt arról is, hogy a Jobbik az ellenzéki összefogás többi pártjával ellentétesen járt el. Kis Noémi író feministaként többször kiállt a gyerekek szexualizálása ellen. Szerinte fontos a homoszexualitással kapcsolatos iskolai felvilágosítás, azonban híradónknak azt is mondta, hogy a törvény bizonyos részei kapcsán az LMBTQI közösségen belül sincs egyetértés. Itt van a nemváltás, amiben viszont nagyon nagy vita van a szervezetek között, és a tudományban is, a gender tudományban is egy komoly vita alakult ki. Ezeket a nemváltásra irányuló orvosi kezeléseket, mindenféle pszichológiai vizsgálat és komoly felügyelet nélkül beengedni az iskolába, azzal nem értek egyet. Nagyon-nagyon sok vita volt ennek a törvénynek a kapcsán. Ugye Orbán Viktor még a tegnapi rádióinterjújában is kitért a kritikákra, és ő úgy fogalmazott, idézem, hogy csak a meleg közösség látja melegellenesnek ezt a törvényt, a kormány nem, és szerinte ez azzal igazolható, hogy a törvény a 18 év alattiakra vonatkozik, nem érinti a felnőttek szexuális orientációjának megfelelő életét. Miért most dobták be pont így a szezon végén ezt az egyébként a pedofíliával kapcsolatban fontos kitételeket, szakértők szerint nem elégséges kitételeket tartalmazó csomagot így a köztudatba? Fudán 35 éves koncesszió, ezekkel most sokkal kevesebbet foglalkozunk, mint ezzel a törvénnyel. Ez egy fedősztori, ez teljesen világos. És ilyen fedősztori jobb a kormánynak? Abszolút, sokkal jobb. Abszolút, sokkal jobb, hiszen ezek a szimbolikus ügyek nagyon világosan ketté választják az országot, aminél semmit sem szeretne jobban. Ott vannak a jogvédők, akik harcosan tüntetnek, és ott vannak a régi módi macsók, akik viszont a pajzsukra emelik, és azt mondják, hogy nagyszerű, szuper, meg kell védeni az országot ettől a romlottságtól. Szóval ez tökéletesen beválik arra, hogy azt a ketté osztottságot, amelyiken hosszan munkálkodott Orbán Viktor, fenn is tudja tartani. Maximálisan egyetértek, figyelemelterelés, semmi más. Sokkal fajsúlyosabb ügyeknél, tehát az ország szétrablásánál, és egyéb komolyabb kérdéseknél ez most ezzel lehet foglalkozni, és valóban úgy van, hogy ez van egy réteg, aki hú, az anyja minden így, de jó, megmondta. Most már én csak azon gondolkodom, hogy ott a Fidesz környéken van egy ilyen észrevehetetlen párt, valami KDNP, ami ugye se nem keresztény, se nem demokrata. Hogy amikor megszavaznak ilyen törvényt, ami valójában, hagyjuk ezt a magyarázatot, mert ez is félrebeszélés, hogy ez a felnőttekről nem szól, de hogy nem szól a felnőttekről, hát hogy ne szólna, hiszen a gyerekből majd felnőtt lesz előbb-utóbb, és az, hogy az iskolában oktatják, vagy legalábbis a gyerekeket felkészítik a mások elfogadására, az azt gondolom egy fontos feladat, és ezt felnőttek végzik, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy ez ezzel nem foglalkozik. Elkendősz problémákat, és még egy nagyon fontos kérdés talán nem annyira jött ki, hogy érdekes módon ezt a fölvilágosítást bizonyos civil szervezetekre bízzák. Tehát nem akárki nem mehet oda, egy pedagógus, egy pszichológus, vagy nem tudom kicsoda, hanem majd biztos valamelyik egyházi intézmény erről fog majd, hogy mondjam, lamentálni. Az az egyházi intézmény, ami mástól sem hangos, csak hogy a papok megrontják a fiatal gyerekeket. Ugye hát ezt az utóbbi időben elég szép számmal hallottunk ilyenről, tehát egy olyan össze-vissza érzéseink vannak ezzel kapcsolatban, amiről pedig Orbán Viktor beszél, hogy ez csak a melegek szerint melegellenes. Nem. Én legalábbis úgy gondolom, hogy nem melegek szerint is, megkülönböztető, árokásó, valóban úgy van, ahogy tetszett mondani, hogy osszuk ketté az embereket, divide et impera, oszd meg és uralkodj.
Magunkért szólva, ha csak melegellenes, ha csak a felnőtt meleget gondolják, úgyhogy melegellenes, az pont elég. Tehát, hogy nem tudom, hogy Orbán Viktornak azt nem kell figyelembe vennie, hogyha egyébként az ő országlása alatt egy kisebbség fenyegetve érzi magát, vagy születik egy olyan törvény, amely által diszkrimináltnak érezik magukat. Egészen szörmentén mondanám, hogy egy betarthatatlan ostobaság, mert hogy hogyan fogják áttekinteni majd, hogy mi az, ami 18 év alatt a fiatal embereknek a szeme elé kerülhet, mi az, ami nem meleg propagandának látszik, mi az, ami nem agitál a meleg jobbálás mellett. Ez egy nagyon vékony ég, hogy felvilágosítás vagy propaganda. Ugye a tévében ugye felmerült, hogy akkor a Jó barátoknak annyi, a Harry Potternek annyi, erre ugye Orbán Balázs mondta, hogy dehogy is mindenki nézhet Jó barátokat. Igen, mindenki mindent nézhet, csak akkor majd megmondják, hogy melyik az, ami egyébként veszélyes meleg propagandának tűnik, és melyik az, ami olyan típusú felvilágosítás, amit ők mondanak meg, hogy az helyén való. Egyébként már ennek az előszele megvolt akkor is, amikor arról volt szó, hogy nem váltó műtétek dacára a születéskori nemet kötelesség feltüntetni a dokumentumokban. Tehát, hogy valamiért mindig az a mi illúziónk, vagy legalábbis az terjedt el az újságírók körében, hogy a Fidesznél nincsenek véletlenek, mindent mérnek. Én mostanáig abban éltem, hogy Magyarországon a homoszexualitás az nem téma, nem megbélyegzés, tehát hogy viszonylag fejlett és normális társadalom nem törődik azzal, hogy ki kivel bújik ágyba. Most ez valamiért kérdésé vált, vagy legalábbis lehet, hogy eddig is kérdés volt, és most megkutatták, hogyha ha ezek a feltételezéseink igazak, hogy nincsenek véletlenek a Fidesznél, akkor rájöttek, hogy most pillanatnyilag a Soros kevésbé működik, a Gyurcsányt azt föl lehet futtatni majd, hogy mindenki Gyurcsány kezébe van az ellenzékből, de nem most lövik el erre. És most van egy aktuális, hogy mondjam, csak a kisebbség, amelyikre összpontosítani lehet, és ez például a de egyébként ezt populáció. Nem csak a Fidesz mérte, hanem ha emlékeztek, volt egy nagyon-nagyon nagy mintás kutatás, amit Bigye László finanszírozott, és abból jöttek ki részletek, és ezt a Republikon csinálta, és már abból kiderült, hogy egyébként a magyar társadalom ilyen értékrendi kérdésekben konzervatív. Például ebben a kérdésben is. Tehát ugye ez maximum Budapesten fontos kérdés, azon kívül nem nagyon. Na de azon kívül nem nagyon, az azt jelenti, hogy egyébként egyébként 19. századi módon gondolkoznak arról, hogy egyrészt a melegség javítható, vagy hogy mondják, ezt gyógyítható, másrészt pedig mindenkire mondjuk meg, hogy az férfi vagy nő. És a nőnek és a konyhában a helye. Igen. A nő az igen. Anya és a konyhában van rendesen. Tehát, hogy mindaz a világkép, amiről eddig azt hittük, hogy réges-régen túl vagyunk rajta, és beszélt témaként sem fordulhat elő, az most kifejezetten egy gonosz jogszabályá, mert nem tudok mást mondani, mert ami érdek nélkül árt emberek csoportjának, az az én fogalmaim szerint ja, a hangsúly az ő szempontjukból, aztán mondjad, ugye a fiatalok védelme, tehát a 18 év alattiak. Na de hogy lehet össze? Ilyen propagandával ne találkozzon az iskolában. Ember, aki a pedofiliával kapcsolatban nem gondolná ugyanazt, hogy természetesen meg akarjuk a gyerekeinket védeni. By the way, azt tőled megkérdezni, hogy ez a jogszabály, ez alkalmas lesz arra, hogy most inkább védi meg a gyerekeket a pedofilioktól, mint eddig? Ne, tehát az a része, ami miatt ételőt, az rendben van? Szó nincs róla. Ugye nyilvánvaló, hogy önmagában, amikor most hoznak egy törvényt, és akkor majd kétszer úgy fogják büntetni, na ennek nincs visszatartó ereje természetesen, mert látens bűnözés volt, van és lesz, tehát azt pedig ugye nem lehet büntetni. A büntetés elkerülhetetlensége lenne egy fő szempont, de azt nem ilyen törvénnyel, meg nem tudom mivel. Hát meg ugye a megelőzés, azt tegyük hozzá, hogy akik pedofil bűncselekményeket elkövetnek, általában a gyerek szűk környezetében van, és hát egy jó jelzőrendszer észreveszi jó esetben. Vegyes, azért az én tapasztalataim szerint, vagy ismerve a bíróságok ez irányú munkáját, persze, többségében igen, a környezet, szülő, nevelőszülő, nagynéni, nagybácsi, szomszéd. És nem tudom kicsoda, de hozzáteszem, viszonylag az utóbbi időben nagy port felkavaró ügyek, azok intézetben lévő gyerekekkel kapcsolatban nevelők részéről elkövetett cselekmények, vagy... Hát ő is a szűk környezet. Hát környezetnek hát mindenki a környezetében van. Hát egyszer csak vadidegen nem fogja le az utcán, és ott nem tudom, mit csinál vele. Tehát ez...
Nekem egy nagyon komoly hiányérzetem van ezzel a törvénnyel kapcsolatban. Én először örültem neki, hogy pedofil ellenes törvény lesz, és azt reméltem, hogy végre egyszer nagyító alá kerül az a rengeteg tinédzser terhesség, amelyik 18 év alatti kislányoknak a nagyon gyakran megrontásával történik meg. 4000 olyan kislány van, aki 18 éves kora előtt terhes lesz és gyereket szül, és ezeknek a fele nem mondja meg ki az apa, mert bizonyára elvette a szerelem az eszüket. Ja nem, ezek konkrét szexuális abúzus következményei, és ezzel egyáltalán nem foglalkozik senki. Magyarországon 12 éves kislánnyal lehet szexelni. Igaz, azzal még egy 12 évessel még csak fiatalkorú, de egy 14 évessel bárki, és gyereket csinálhat neki. Gyerekek ezreinek az életét rontják meg úgy, hogy minden 20. gyereknek az anyja is gyerek. Hogyha emlékeztek rá, Epstein, aki ugye szexuális ragadozó volt, 17 évesekkel szexelt, de nem csinált nekik gyereket, és mégis Amerika ellenségévé vált. Itt 4000 kislányt rontanak meg évről évre, szóval lenne itt a pedofília kapcsán mivel foglalkozni a kormánynak, és még csak véletlenül sem jut eszébe, hogy ezeket a kislányokat meg kellene mentenie, meg kellene... De akkor miért nem ásott a mélyére, ha már elővette ezt a témát? Miért nem akarta tényleg megoldani? Mert nem akarta megoldani. De miért nem akarta? Talán pont ezért, és ez az egész, az egészben a legszomorúbb, hogy azért diszkriminálnak egy kisebbséget, hogy egy fedősztori legyen. Tehát, hogy nem megoldani akarnak, még csak nem is gyűlölködnek az iránt a kisebbség, vagy az ellen a kisebbség ellen, hanem az egész egy fedősztoria annak, ami a háttérben történik, és ez valami olyan szomorú helyé varázsolja a mai Magyarországot és a mai időket, hogyha képesek vagyunk egy valódi problémára nem megoldást találni, hanem gyűlöletet kell tenni egy kisebbség ellen, és ez mindez azért, hogy elfedjünk azt, hogy lopunk, az ez egy igazi királydráma, amit most itt összefoglaltam. Bónusz még az ellenzék megosztására is jó. Persze. De szerintem egyébként ez arra, tehát ha ennek közvetlen politikai célja van, vagy legalábbis eredménye van, az az, hogy a Jobbikot azt magukkal szavaztatták, mert hogy a Jobbiknak lehet, hogy a Jobbik vezetésének belefér az, hogy egyébként leváljon az eddigi, hogy mondjam, csak gondolatmenetéről, és az ellenzékkel együtt ne szavazza meg, de a saját szavazóitól nem képes magát függetleníteni, tehát akkor mégiscsak együtt szavazott, és ezzel demonstrálta, hogy az egyes, hogy mondják, ezt az ellenzéki együttműködésnek azért vannak buktató pontjai. És fordítva, egy olyan baloldali szavazó, aki eddig azt mondta, hogy jó, oké, le kell váltani Orbán Viktort, és ennek az az útja, hogy a Jobbikos jelöltre szavazok, ha nálam éppen az van, ő ezen át tud lendülni vajon? Hát elvileg igen, és hogy ebbe lehet ráció, amit a Kati mond, mert egyébként a büntető törvénykönyv tökéletesen szabályozza ezt a kérdést. A szexuális erőszaktól kezdve a megrontás most a régi értelemben, az egy másik kérdés, hogy a sértettek nem igazándiból jelentkeznek. Tehát a probléma ott van, vagy azért, mert félretteg a szülőtől, vagy nem tudom én, nevelőtől, akárkitől, vagy egyéb más indítatásból nem jelentkeznek. Meg amilyen eljárásra számíthat. Az eljárások ma már azért egy picikét, hogy mondjam, sértett barátabbak. Nem azt mondom... most mihez képest? Én 40 éve vagyok a pályán, tehát most összetudom hasonlítani, hogy milyen volt 82-ben. Hát csak akivel 13-14 évesen ilyesmi történik, és belegondol, hogy akkor de ő most elmondja, már nem hallgatják meg 18-szor, nem meséltetik el vele. Igyekeznek egyszer egy nő, ne legyen ott 30 ember, aki hallgat. Ez is akkor hát nyilván a gyerekek meghallgatására külön szobák vannak, erre szakosodott személyzet, tehát azért ebben van fejlődés, ezt el kell mondani. Ettől függetlenül a látencia óriási. Üssük fel a következő témát, aztán majd a reklám után folytatjuk, mert hogy ez ugyanannyira fontos, mint az előző, ugye arról nagyon sokat beszélünk, hogy az egészségügyi dolgozók mennyire szeretnék elhagyni a pályát, és ez ugye a Covid után még inkább így van, bár ugye amíg a veszélyhelyzet tart, addig nem mondhatnak föl, de azt már tudjuk, hogy mennyien fontolgatják a felmondást, mutatunk pár számot erről.